Aha. Na, sziasztok! Én Dolna Esteni Zsolt vagyok, Preziban. A Infrastructure csapat tagja vagyok 2011 óta, amikor a Prezihez csatlakoztam, előtte ilyen nagy cégeknél voltam, mint bankok, meg ilyesmi. Jelenleg a Platform as a Service nevű belső csapatnak a leadje vagyok. Építünk egy platformot, amiben tök könnyű lesz a developereinknek új backend service-eket, meg ilyesmit csinálni. Illetve belsőleg úgy vagyok ismert, mint a Haskell-nek a hírnöke. Mindjárt megláthatjuk, hogy miért. Oké, ezzel visszaléptem. Szóval, mi a probléma igazából? Általában, hogyha imperatív kódot olvasol, akkor... Nem tudom, hogy el lehet olvasni, tök jó. Szóval, hogyha imperatív kódot olvasol, akkor elolvasol egy nagy kóddarabot, és igazából elég nehéz gondolkozni róla, hogy ez mit csinál igazából, hogyha a képernyő nem fér rá, akkor így nehéz módosítgatni, meg nehéz gondolkozni arról, hogy ez mit csinál, ilyesmi. Ezt a problémát szeretnénk megoldani. És kívül. Szóval egy ideális világban igazából elég triviálisnak kéne lenni annak, hogy ránézel egy darab kódra, és akkor egyértelmű, hogy ez mit csinál, tök jó. Hogyha meg akarod módosítani, akkor fogod, beleírod, és minden tök jól működik, nem? Tehát így nem törik el semmi, hogy három világgal arrébb, meg 8 projekttel arrébb, minden tök jól működik. Tehát, hogyha van két darab kódod, ami az egyik csinál A-t, a másik csinál B-t, és te igazából C-t akarsz, ami az A plusz B, akkor fogod és összerakod a két kódot, és működik. Hát legalábbis az én tapasztalatom alapján ez nem igaz általában. Kivéve, hogyha nagyon jó minőségű kódot olvasom. És ez általában nem igaz. Szóval, igazából milyen probléma? Hát az a probléma, hogyha megváltoztatsz egy darab kódot, akkor annak ilyen előre nem látott problémákat fog okozni igazából. Tehát mondom ezt, hogy megváltoztatod itt ezt a kis darab értékadást, és akkor ott három projekttel alájébb eltelik, és szólnak neked, hogy te figyelj, ez már nem működik három nap, és nem tudnak prezentálni a userek miattad. És akkor nagy fejvakarás, ja hát persze ezt itt le kell kezelni ezt az esetet. Erre persze kitalálták az emberek a teszteket, tehát hogyha jól teszteled a kódodat, akkor ilyen problémád neked sosem lesz. És ez igaz, tehát hogyha jól teszteled a kódot, akkor neked sosem lesz ilyen problémád. Ezzel leredukáltuk a problémát arra, hogy mit jelent az, hogy jól tesztelni egy kódot. Hát én már láttam olyan kódot a Prezinél, ami körülbelül 10 sor, és olyan 300 sor tesztelem hozzá, tehát így. És akkor most igazából miről beszélünk? Tehát megírni a kódot persze 10 sor, aztán az vagy működik, vagy nem. És hogyha biztos akarsz lenni a dolgodon, akkor még két napot dolgozol rajta, hogy írsz hozzá 300 sor tesztet. Az alapprobléma persze az, hogy mellékhatásai vannak a kódodnak, amiket így nem tudsz igazából előre megmondani, hogy most, hogyha megváltoztatom ezt a változót, akkor mi fog történni három projekttel arrébb. Tehát ezek a mellékhatások, amikről nem tudsz igazából sem mondani azzal, hogy csak elolvasod a kódot. Ezt ki kell próbálni, és erre vannak a tesztek. Például, hogy a példánál, hogy a témánál maradjunk, itt egy darab JavaScript kód, ami igazából most már nem létezik, hál' Istennek a Prezi kódjában, de volt. Körülbelül annyit csinál, hogy felcímkézi a labeleket, és hogyha a label fölé mész, akkor megjelenít egy help textet kb. Triviális, ugye? A lényegi kód az 4 sor, semmi probléma. Persze. Igazából ott az a show help nevű függvény... Most kicsit arrébb lennél, nem arra. Így jó? Persze, így hallom. Szóval ott a show help nevű függvény az a lényegi dolog, ami megmutatná a helpet, az ugye item nevű dologra referál, az item ott fönt látjuk, hogy ez a help textnek az ijedik eleme. Oké, help textnek az ijedik eleme, az mit jelent? Hát első esetben az a help textnek a nulladik eleme lesz, oké. Az persze az lesz, hogy ez a help tudsz, amit ott fönt definiáltunk, annak a helpje. Ez meg persze azt jelenti, hogy a your email address. De igazából az úgy fog működni, hogy lefut szépen háromszor ez a ciklus, majd az i3 beégetődik az összes helyre, mert a closure így működik a JavaScriptben, te meg ott egy itemet használtál, mert igazából csak egy referencia, amit szépen update-elgetsz. Hát a végén az lesz, hogy az mind a három elemednél ugyanaz a help text lesz, ami a harmadik lesz. Most akkor menjünk vissza.
Tehát elolvasod a kódot, és látszik róla, nem, hogy mind a három elemnél ugyanaz a három text lesz. Tehát ez a probléma. És akkor erre mi a megoldás, vagy legalábbis Haskellben, az, hogy az előző kódot azt egy sorban így leírod. Azt mondod, hogy ez egy onFocus nevű függvény, ami egy labelhez megmondja a helptextet. És akkor ott van a, tehát így fel, megnézed a helptextben, hogy milyen ez a label, és megmutatod a showhelp függvényen. Így ennyi. Tehát ezt így lehet érteni. Ránézel, olvasod, ja persze ez ezt csinálja, és tényleg ezt csinálja, tök jó. Mi a trükk? A trükk az egy referential transparency nevű fogalom, ami igazából azt jelenti, hogy minden egyes függvényhívást, meg változó deklarációt a kódokban bárhol helyettesítheted a definíciójával. És ez az egy apró trükk, ami úgy hangzik, mintha semmi extra nem lenne, ez rengeteg mindent megváltoztat. Ezzel igazából elértük az összes célunkat, amit az elején felvázoltam, tehát triviális, hogyha ránézel a kódra, akkor az fog történni, amire gondolsz, mert persze be lehet helyettesíteni a definícióját, és ez meg pont azt fogja csinálni, amire te gondolsz. Tök egyszerű megváltoztatni a viselkedést, kiterjeszteni a viselkedést, mert ha megváltoztatod, akkor most már azt fogod helyettesíteni az összesen. Illetve nagyon egyszerű, ezt annyira nem egyszerű innen látni, de hogyha van két kódod, akkor tök jól össze tudod őket komponálni, mert tényleg a kompozíció az ugyanaz lesz, mint hogyha leírtad oda inline, oltad volna szépen a definíciójukat. Szóval igazából a referential transparency az egésznek a lényege, és jelenleg nincs olyan nyelv a Haskellen kívül, ami ezt tök jól tudja támogatni, elterjedt, és egy web service-t gond nélkül megírsz benne egy nap alatt. És akkor van három témám, nem tudom, el lehet-e olvasni, ezeket lehet kérdezni tőlem, mert persze bármi más, köszönöm szépen. Nem lehet-e olvasni, úgyhogy az első téma az az, hogy fogja a Prezi a Haskellt adoptálni. A második kérdés az, hogy fogom ezt kipróbálni a saját munkájában, és a harmadik kérdés pedig az, hogy hát ebben mi a gáz igazából, mert persze mindig van gáz. Igen. Szuper kérdés. A probléma igazából az, hogyha van ilyen referential transparency, akkor semmilyen mellékhatást nem tudsz kifejezni a kódoddal. Tehát, mert mindig az van, hogy tudom én, az F függvényt le akarod futtatni, akkor befejtésíted a definícióját. És ez azt jelenti, hogy minden egyes függvényed gyakorlatilag ilyen pure lesz, ami azt jelenti, hogy semmilyen kölcsönhatásban nem áll a világgal, mert ha ez lenne igaz lenne, akkor már is már megváltoztatna valami külső állapotot, ami nem ír le a kódod, és ezért megsérülne az egész tulajdonság. Ezt viszonylag nehéz kezelni, a Haskell ezt viszonylag jól megoldotta szerintem, egész könnyen hozzá lehet szokni, és a mai nap elmagyaráztam ezt 10 embernek, és ebből megértették ilyen 10 perc alatt, szóval. És te? Én? Hogy én mennyi ideig tanultam? Nem, te megértetted el. Ja, igen, én megértettem. Aztán például... Tessék? A másodikat? Éppen arra akartam kitérni. Szóval a második probléma a Haskell az, hogy ezek a zigohisztomorfik prepromorfizmusok, ami igazából itt arra akartam gondolni, hogy tehát nyilván ez akadémiai nyelv, onnan indult, tehát olyan emberek is foglalkoznak vele, akiknek nem igazán a praktikák a kedvenc dolgaik, tehát oda kell figyelni, hogy kinek a tanácsát fogadod el igazából. És a harmadik nagy probléma szerintem az pedig az, hogyha ezt be akarod vezetni egy cégnél, akkor igazából rohadt nehéz meggyőzni az embereket arra, hogy igen, te ezt komolyan gondolod. Oké, ott a szélén. Azt szeretném kérni, hogy ott a hívás elhasználkodó két helyettesítettel hogy veszed rá a hogy veszed rá a browsert, hogy futtassam? Hát például vannak olyan compilerek, amik Haskell kódból JavaScript-et fordítanak, és akkor ez a problémán megvan oldva. Például a GHC.js. Itt a... Haskellben hogyan írok ki egy fájlt? Haskellben hogyan írsz ki egy fájlt? Most... Ugye... Igen? Ugye a világot változtatom. Akkor a világot változtatod, tehát akkor ez valamilyen kontrollált side effect-eket akarsz csinálni igazából, tehát akkor lesz valami olyan speciális érték, amit majd így létrehozol, és akkor lesz egy másik fázis a program futásának, amikor ezek a speciális értékek végrehajtódnak, és akkor például lehet világot módosítani, olvasni fájlból, kérni képernyőre, inputot olvasni, stb. Stb. A lényeg az, hogy ez tök jól kontrollált, ilyen komponens, és nem tudsz ebből ki
Tehát nem tudsz unsafe kódot írni igazából, nem tudsz csalni. Itt a harmadik sor. Azt tudom kérdezni, hogy a Haskell nyelvnek mennyire van, hogy mondjam, egyéb programok által támogatott, csak a miért mennyire van hozzájú IDE, mennyire van hozzá statikus kód analizáló eszköz, ilyesmi. Aha, van egy Eclipse plugin, azt tök jól lehet használni. Az a jó Haskellben, hogy akadémikusok írták, tehát egy csomó ilyen formális kiegészítő van hozzá, tehát abstract syntax tree tök könnyen tudsz építeni belőle, és egy csomó ilyen editor plugin-t írtak erre. Én például Emacs-et használok, és így tehát nagyon egyszerű. Na, kitalálják a típusokat, stb. Igen, létezik, van, tök jó. Köszönöm. Itt. Minden jó, mint az a... Még egyszer? Minden jó, mint az a... az is. Minden jó, mint az a... Hú, várjál, majd akkor szerintem jövő hónapban kéne még egy ilyen talk. Abban jó, mint az Erlang, viccet félretéve, hogy az Erlangban az olyan, ebből a szempontból olyan, mint a Lisp, hogy az Erlangban nem tudsz referential transparency-t csinálni, tehát ott nyugodtan a két sorkód között beolvashatsz valami inputot, és ettől lesz nehéz az egész, ettől ugyanolyan lesz, mint functional Python-t írni, vagy nem tudom én, Lisp-et, okay. Köszönöm szépen!